Sziasztok, én Szelmusi vagyok, és a mai adásban is kérdezni fogok valakitől. Ezúttal az ultravezér, Patrik lesz a vendégem. Tartsatok velem! Szia Patrik, az első kérdésem az lenne, hogy ki a kedvenc játékosod a jelenlegi keretből, valamint valaha a Diósgyőrből. Szia Misi, nagyon örülök, hogy én is szerepelhetek egy 5 perces interjú erejéig a YouTube csatornádon, amiben válaszolni fogok az általad feltett 5+1 kérdésre, amelyből az első az volt, hogy ki a kedvenc játékosom a DVTK idei keretéből, illetve ki a kedvencem, aki valaha itt játszott Diósgyőrbe. Én megmondom neked őszintén, hogy nekem olyan, hogy kimondottan kedvenc játékosom nincsen és nem is volt. Én azt az elvet vallom, hogy a játékosok jönnek-mennek, a szurkoló pedig marad. Tehát a játékosok kapnak egy jobb átigazolási ajánlatot, és az esetek nagy részében ott hagyják az adott klubjukat, tisztelet a kivételnek. Tehát nekem nincs kimondottan kedvenc játékosom, de akinek a játék stílusa, illetve felfogása, mentalitása nagyon tetszik az idei keretből, az Márpád Dávid, illetve a Kis Tomit, Sesztakovot és Új Pedrót is nagyon tehetséges játékosoknak tartom őket. Aki pedig valaha itt játszott és igazán közel került úgymond hozzám, az természetesen José Luque, nekem is a kapitány. Nagyon sok ilyen játékosra lenne szüksége az egész magyar futballnak, akkor biztos, hogy nem itt tartanánk. A következő kérdésem az lenne, hogy mikor és hogyan kedvelted meg a Diósgyőrt? Hát engem is, mint sok mindenkit, édesapám 9 éves koromban megfogta egy délután is, hogy ma pedig meccsre megyünk. Ez a Diósgyőr Reac volt 2006 őszén, ott Foxy góljával 1-0-ra sikerült nyernünk, és onnantól kezdve szinte majdnem minden hazai meccsen ott voltam édesapámmal, idegenbe is ahová tudtunk, és a édesapám munkája engedte, elutaztunk, de ha nem, akkor természetesen otthonról, tévén keresztül, vagy ha nem közvetítette a tévé, akkor a Borsodalnál szöveges tudósításán keresztül követtem a mérkőzéseket. Tehát nekem onnantól kezdve, hogy először betettem a lábamat a stadionba, onnantól kezdve nem érdekel más. Ha a Ferencváros ellen kapnánk a 94. percben egy büntetőt, akkor te kivel rúgatnád ezt? Hát én nekem tök mindegy, csak valaki rúgja be. Igazából, ha egy ilyen helyzet lenne, én nem ezzel foglalkoznék elsősorban, hanem azzal, hogy megszilárdítsam a helyemet ott a kápuálláson, és a gól esetén a többiek ne rázzanak le onnan. Szóval, de biztos vagyok benne, hogy Iszlai Bence, vagy akár Márkvárd Dávid is remekül megoldanák ezt a feladatot. A negyedik kérdésem az lenne, hogy melyik a legemlékezetesebb Diósgyőr meccsed? Nekem talán a MB2-es bajnoki cím ünneplése a Cegléd ellen itthon. Nagyon jó volt a Nyíregyház ellen idegenben, MB2-ben, akkor az új stadionnak az avatója. Tehát így sok volt, nem igazán tudnék kiemelni, hogy melyik a legemlékezetesebb. Szerinted melyik meccsen volt idén, valamint valaha a legjobb hangulat? Idén szerintem a legutóbbi Újpest meccsen azért rendesen oda tettük, az tetszett. Illetve, hogy valaha, nagyon jó volt ugyanúgy mondom a stadionavató, tehát az új stadionnak az atmoszférája az rengeteg pluszot adott a szurkolásnak. Tehát én ezt a kettőt tudnám kiemelni. Vannak szurkolás terén természetesen gyengébb mérkőzések, vannak olyanok, amikor nyilván az eredmény nagyban befolyásolja a szurkolás minőségét. Tehát nyilván, hogyha vezetünk, akkor teljesen rendben van minden, jól szólnak a dalok, miért az eredmény nem úgy alakul, annál nehezebb bevonni az embereket, de bízom benne, hogy a csapat felvette ezt a rajek formát, és ha adja az Isten, minél hamarabb visszatérhetünk a stadionba, akkor ugyanolyan szinten folytatjuk mind a játékot, tehát hogy mind a pályán, mind a lelátón, mint ahogy az Újpest ellen most itthon otthon abba hagytuk. Nagyon sajnálom, hogy a fehérvári idegenbeli túrát már az MLS bezáratta a stadion sóstón. Az biztos, hogy nagyon nagyot szólt volna, rengetegen indultunk volna útnak. És a bónusz kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan lettél te a kápó? Hát ez egy kicsit viccesebb történet. Amikor én fiatalabb voltam, hát most sem vagyok idős, de akkor ugye én először a táborral kezdtem mozogni, aztán jött a dobolás, majd aztán egy kisebb másik tér, sport tevékenységeket folytattam inkább, majd aztán már egyszer-kétszer Debrecenbe is, illetve hazai meccseken már megjelentem nomád mellett, úgymond, mint segédkápó. Aztán nyelvvizsgázni voltam, és hát kérdéses volt, hogy egyáltalán odaérek a mérkőzésre. Az egy éve februárban volt a Mezőköves-Demeni hazai mérkőzés, ami 1-1 lett.
Tehát én nyelvvizsgáról kotortam a stadion felé, vagyis hát először még átöltözni, amikor csörgött a telefonom, Nomád hívott, hogy szia Patrik, úgy tudom, hogy mától te vagy a kápó. Hát mondom, figyelj Nomád, nem tudom, hogy ezt kimondta neked vagy hogy, mert tehát én nekem még az is kérdéses, hogy odaérek egyáltalán a meccsre, és akkor mondta, hogy hát akkor semmi probléma, az első fél időt még megcsinálja ő, aztán a másodikban már vegyem át a helyét. Tehát ez így alakult, onnantól kezdve, ahogy Nomád átadta nekem a stafétabotot, tehát ez így alakult. Ez egy kicsit úgymond, nekem egy kicsit úgy szórakoztató történet, mert utána én beszéltem Nomáddal, hogy ez mégis neki hogy jött. Aztán, hogy a többiek mondták, hogy már lett erről beszélve, hogy majd én úgyis átveszem a helyét, de már a szó jó értelme, tehát hogy nem ki lett közösítve, hanem ugye neki munka ügyei miatt úgy volt, hogy hosszabb ideig külföldön lesz, ezért kellett valaki, aki helyettesíti, és a többiek ugye akkor mondták, hogy mit szólnák, ha én lennék. Hát én mondtam, hogy ha majd Nomád kimegy külföldre, akkor majd beszélhetünk erről, de hát ez még azelőtt megtörtént, így már életszerűen váltottam Nomádot, tehát még ő is ott volt, és az a egy éve februárban a mezőkövesdén meccsen a második félidőben léptem fel először az állásra, és hát azóta is ott vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget, Misi, hajrá, Diós Győr! Szevasztok, ez lett volna egy 5 perces videó, ahol Patriktól kérdezek 5 plusz 1-et. Ha tetszett a videó, csapjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, egy hét múlva találkozunk, és egy kulisszatitkot is elárulok nektek, hogy jövő héten Aranyosi Péter lesz a vendégem. Szevasztok!